A Corrie Liget december óta várja a látogatókat, a felnőttek körében is népszerű a városi műjégpálya, de a gyerekek még jobban élvezik a ligetbeli korcsolyázást. Tudok korizni, szeretek sok mindent csinálni a koriban. A kicsik biztonságát segítik azok a védő sisakok, melyek most kerültek átadásra. Az ötlet onnan jött, hogy nagyobbik fiunkkal voltunk itt korcsolyázni, és ő csak erőszülői ráhatással vette fel a sisakot, és döbbente láttam, hogy a többi gyerek nem nagyon használja ezt a védőfelszerelést. Itt tartózkodásunk alatt több gyerek elesett. Hál' Isten nem ütötték meg munkat komolyan, de innen akkor elhatároztuk a férjemmel, hogy hozzájárulunk a ligetnek ehhez a kori szigetéhez, annyival, hogy vennénk védőfelszerelést. Bakos Edina, férje dr. Cserpalkovics András nevében adta át a 10 védőfelszerelést a Corrie Liget üzemeltetőjének. A felajánlást Mészáros Attila tanácsnok is támogatta. Hétvégén délutánonként a családok is szép számban kilátogatnak, és ezért döntöttünk úgy polgármesterrel közösen, hogy megvásároljuk ezt a 10 darab fejvédőt, hogy azok a kicsik használhassák, akik kilátogatnak, és elkerüljünk baleseteket. A tapasztalat azt mutatja, a gyerekek tudják, mire figyeljenek oda a sport közben, hogy elkerüljék a balesetet. Arra, hogy ne essünk el, meg hogy figyeljünk a másikra. Vigyázni kell a kezedre, hogy nehogy, amikor elesel, akkor nehogy valaki rámenjen a korcsolyával. A Corrie Ligetben nagy sikere van a délelőtti óvodás és iskolás ingyenes csoportfoglalkozásoknak. Nyilvánvaló, hogy a délelőtti program az egyfajta ilyen happy korcsolyázás. Csodálatos, ahogy ezek a pici gyerekek itt ugye óvodások szaladgálnak a jégen, a kisebbek korcsolyáznak, úgyhogy jó, nagyon. A Corrie Liget plusz 14 fokig biztosan nyitva tart, és a hét minden napján várják a látogatókat. Így ha kedvet éreznek, ne tétovázzanak, húzzák fel a korcsolyát, és hódoljanak önök is ennek a népszerű jeges sportnak.